pénztártól való távozás után. Gyerekkorom óta áhítattal betűzöm ezt a főként pályaudvarok pénztára fölött látható szigorú, de igazságos figyelmeztetést. A pénztártól való távozás után felszólalásnak helye nincs. Kettős társadalom bölcseleti mélység rejlik mögötte. Egyrészt a bölcs vezetőségnek az a nevelő célzatú tanítás, hogy a létért való harcban álljuk meg a helyünket, figyeljünk, legyünk jelen, mikor csinálunk valamit, mert az élet könyörtelen, az elkövetett hibákat nem lehet jóvá tenni. Másrészt ugyanannak a vezetőségnek egy kis védekezése a szélhámosok ellen, akik kihasználva a pénztár jóhiszeműségét képesek lennének visszajönni a pénztárhoz, és azt hazudni, hogy nekik kevesebbet adtak vissza, számítva rá, hogy minden percben mégse lehet mérleget csinálni. Szemben tehát a jogi principiummal. Inkább 100 bűnös meneküljön, semhogy egy ártatlan bűnhődjék. A vezetőség arra gazdaságilag gyakorlatibb álláspontra helyezkedik, hogy inkább 100-an ne kapják vissza a pénzüket, amit saját figyelmetlenségük miatt otthagytak, semhogy egyetlen huncut fráter jogtalan keresethez jusson. Ennek az álláspontnak mindkét irányban való helyességét mindig mélyen átéreztem. Lelkem mélyén híve vagyok azoknak az elveknek, amiket Rousseau társadalmi szerződésében fejtett ki először, s melyek szerint a nép vagy közösség az a hatalom, mely őt kormányozza és igazgatja, tulajdonképpen két jogi személy, egyenrangú felek, akik szabad megállapodást kötnek egymással, szerződést, amelynek természetesen alapfeltétele és legfőbb biztosítéka, hogy mind a kettőt egyformán kötelezi. A lábbi következő eset kapcsán azonban fenti hitem megrendült. Olyas valami történt velem, ami kételyeket támaszhat. Vajon a vezetőség önmagára is szó szerint veszi a szerződést? Előre bocsájtom, hogy én a magam részéről olyan komolyan vettem, hogy több esetben, mikor csak ugyan rosszul adtak vissza, még csak meg se kísérlettem a visszamenést. Szórakozottságom büntetésének tekintettem a veszteséget, és napi rendet értem fölötte. Ezúttal más történt. Nagyon siettem, hogy le ne késsem a vonatot. Így történt, hogy már éppen felugrani készültem a hágcsó, mikor észrevettem, hogy a kisasszony rosszul adott vissza, de nem kevesebbet adott, többet. 50 pengőssel fizettem, és ő 100 pengőből adott vissza. Szóval 50 pengő, nekem plusz, neki mínusz. Eszembe jutott a figyelmeztetés, és nagyon megürültem. Miután felszólalásnak helye nincs, tehát a pénz jogerősen az enyém. Ha ennyivel megelégszem, és rögtön elutazom, már régen is költhettem volna, de az az átkozott exhibicionizmus, a nagy papulám, hogy mindent ki kell fecsegnem. Nem voltam rest, kockáztatva a lekésést, visszafutottam a pénztárhoz. Kisasszony, lelkendeztem, kisasszony, rosszul tetszett visszaadni. Nem beszéltem tovább, hangosan kiabálni kezdett. Sajnálom, nem érdekel. Tessék elolvasni a táblát a fejem fölött. Pénztártól való távozás után tetszett volna vigyázni. Nem érek rá, sokan vannak. Vállat vontam. Kérem, mondtam sértődve. Ugyanis 50 pengőben többet tetszett visszaadni, csak azt akartam mondani. Jó napot! Hallották volna, hogy kiabált utánam. Lieget, könyörgött. Még a kasszából is kijött, hogy családja van, így úgy. Muszáj volt neki visszaadni. Nem is neki, a vezetőségnek, amelyik pedig kijelentett, hogy hasonló esetben nekem nem adná vissza.